A húsvéti hétvégére időzítették a Gulácsi életmű kiállítás megnyitóját a Magyar Nemzeti Galériában. A budapesti tárlaton megdöbbenve szembesülhetünk azzal, hogy milyen gazdag anyagot hagyott hátra a művész, pedig pályája rendkívül rövid volt. A 20. század első 15 évében alkotta legtöbb festményét Gulácsi Lajos. Képzeletbeli világa, a szerelemről alkotott képei vagy itáliai műremekei tették ismerté, illetve az általa vizionált város, a legendák földje, Nakhon Szipán. Volt, hogy a Marsra, volt, hogy a Holdra helyezte a várost, ami ábrázolásában nagyon hasonlít a középkori toszkánai településekhez. Gulácsi Lajost a magyar művészet egyik legkülönösebb figurájaként kezelték már kortársai is. Idegrendszere összeroppant az első világháború kitörésekor, és utána rövid megszakításokkal, majd 1919-től haláláig elmegyógyintézetek lakója volt. Barátai azonban nem engedték el kezét, amíg tudták, a művészet vérkeringésében tartották. A kiállítás augusztus végéig látogatható.